Szerbiában a kivitelből származó kereset 1/5-ét az élelmiszer teszi ki. 2018-ban mintegy 3 milliárd euró értékű mezőgazdasági és élelmiszerterméket adtunk el külföldön. Mivel ez az érték már évek óta változatlan, a szakemberek szerint a mezőgazdasági nyersanyag külföldi értékesítése helyett drágább termékeket kellene előállítanunk. Kétségtelen, hogy ehhez Szerbiának beruházásokra van szüksége, mondta a szerbiai RTV-nek Milos Milovanović, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete projektjének koordinátora. Szerbia nem kis összegeket fordít a mezőgazdasági termelés támogatására, viszont ezeknek az eszközöknek nagy részét a hektáronkénti támogatásokra vagy a tej literje után megszabott prémiumokra fordítja, aminek a gazdasági hatása megkérdőjelezhető. Szerbiának nem a megtermelt gabona, hús, tej, zöldség és gyümölcs mennyiségével kellene versenyeznie a világpiacon. Egy hozzánk hasonló országnak drága, csúcsminőségű feldolgozott élelmiszert kellene külföldre szállítania, nyilatkozta a köztévének Senad Mahmutović, mezőgazdasági államtitkár. Ez szükségszerűen nagyobb beruházásokat jelent az élelmiszeriparban, továbbá a privatizációs folyamat befejezését és a feldolgozási kapacitások újjáélesztését feltételezi. Ide tartoznak a termelés műszaki technológiai korszerűsítésébe történő beruházások és a modern tárolási kapacitások kiépítése. Szerbia mezőgazdasági kivitelének 90%-át nyersanyag képezi. Mivel nem feldolgozott árut szállítunk külföldre, ezért természetesen az exportból származó bevételünk is alacsony, mondta Osztrogonász Simon, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasággal megbízott tagja. Ugyanaz a termék aztán nyersanyag, amely külföldre távozik az országból, visszajön az országba feldolgozott állapotba egy teljesen más áron. És hát akkor feltételezem, hogy innen ered ez a gondolat, hogy feldolgozott árut és levédett árut, mint szerbiai terméket kellene külföldre szállítanunk, amelynek ugye mindjárt más az ára és mindjárt más a haszonkurs is rajta. Hát ehhez azt hiszem, hogy nekünk még elég sokat kell nőnünk, mert hát a feldolgozóipar, a mezőgazdasági feldolgozóipar a 90-es években teljesen lépült az országba. Ugye hát a technológia az azóta olyan szintet fejlődött, hogy ezt most ennek az országnak utolérni önerőből szerintem esélytelen dolog. Én a megoldást abban látnám, hogy Szerbiának is minél gyorsabban kellene lépéseket tenni, hogy csatlakozzon az Unióhoz, és az Unió által nyújtott csatlakozási lehetőségeket kihasználva olyan feldolgozóipart kellene létrehozni, amely képes volna olyan árut létrehozni, megállná a helyét az európai piacon is, és hát nem nyersanyagként jelenne meg a különböző piacokon, hanem feldolgozott áruként, és hát ennek ugye természetesen többszörös haszna volna úgy a termelő, mint az ország részére is. Én úgy látom ebben pillanatban, ebben az országban sem önkormányzati, sem köztársasági szinten nincsen akkora anyagi lehetőség, hogy ilyen fajta változáson a közeljövőbe átessünk. Ezt a lehetőséget kizárólag abban látom, hogy akkor látom, hogyha közelebb kerülünk az Európai Unióhoz. A szakemberek szerint az organikus termelés tanúsításával és az eredetvédelemmel növelhető az élelmiszer gazdasági értéke. Emellett az államnak több pénzt kellene befektetnie a nemzetközi marketingbe is, hiszen a Szerbiában készített ízletes és egészséges élelmiszerek, melyek GMO, azaz génmódosításmentes termelésből származnak, felkelthetnék a külföldi piac érdeklődését.